Földi László vagyok, az Agroplanta Kft. Ügyvezetője. Szeged környékén gazdálkodunk, nagyságrendel 2500 hektáron, és egy jó bő 10 éve hagytuk el a forgatást a technológiánkból. Szerencsére innovatív kollégáinknak köszönhetően látjuk az eredményét is ennek. Jó ideje gondolkodtunk azon is, hogy csökkenő növényvédőszer hatóanyagokkal mit fogunk tudni kezdeni hosszú távon. Glifozátnak a talán nem is olyan távoli kivezetésére úgy gondoltuk, hogy valamilyen alternatívát kellene kezdeni a tarlóhántással és a különböző alapszintű növényvédelemmel úgymond. Tavaly tavasszal láttuk egy bemutatón először a Kelly cégnek a láncos tárcsáját. Bevallom, nagyon felkeltette az érdeklődésünket, tetszett a munkája, és végül évvégén úgy is döntöttünk, hogy mi is vásárlunk egyet, ami idén tavasszal megérkezett. Jelen pillanatban is a tarlóhántásokat ezzel végezzük. Hagyományos, rövid vagy nehéz tárcsához képest ez tényleg csak a felső 2-4 centit mozgatja át, így a célú kitűzött vízmegőrzés sokkal jobban érvényesül, mint a hagyományos tárcsáknál. Nagyon szép munkája van. Jelen pillanatban egy 12 méteres eszközt húzunk a John Deere 9620-asunkkal. Nem igényelne ekkora lóerőigényt, de jelen pillanatban sajnos csak ez az egy hevederes traktorunk van, és próbáljuk minimalizálni a taposási kárt is. Üzemeltetése nagyságrendek nálunk jelen táblákban 3,3 liter között alakul hektáronként. Már hozzáteszem, hogy ez egy kötöttebb talaj. Jelen pillanatban a repcetallóinkat sekélyhántjuk vele. Igazából a képek magukért beszélnek, úgy gondolom nagyon szép munkája van. Ezt az eszközt tulajdonképpen akkor nem csak a repce és a gabonáinknak a tarlóhántására használjuk, hanem tulajdonképpen bármilyen telet gyommentesítésére is kitűnően használható. A tavaszi növénykultúráknak a vetés előtti magágy előkészítésére is tökéletes, mind a mellett, hogy folyamatosan csökken a talajnak a felső átmozgatott részének a vízvesztesége a többi eszközhöz képest. Igazából mindenkinek bátran tudom ajánlni, nálunk a cég technológiájába tökéletesen illeszkedik, ha bárkinek felkeltette az érdeklődését, szívesen meg tudja nálunk tekinteni, vagy el tudjuk mondani a tapasztalatainkat vele kapcsolatban.